Öt hetes felkészülés után vág neki a bajnokság második szakaszának a kisvárdai női kézilabda csapat. A Rácz Sándor által irányított együttes, hét edzőmeccset játszott, amelyből hatot megnyertek lévaiék. A főpróbának számító Egri Dobogupán a harmadik helyen végzett a KKC. Persze ebben az időszakban az eredmények másodlagosak, a hangsúly az erőgyűjtésen és a taktikai, illetve technikai elemek kiszolásán volt. Megismertem a játékosoknak a teljesítő képességét. Aztán a nyáron nekem figyelembe kellett venni, hogy 8 játékos térműtét után került hozzánk. De most mélyebb kondicionális munkába kezdtünk, ami nem a szépsége a kézilabdának, de szerintem nagyobb hasznát fogjuk venni. Tehát komolyabb futóprogramokat is, erőfejlesztést irányoztunk elő, úgyhogy reméljük ennek meg lesz az eredője. A kisvárdai Káci szombaton annak a kecskemétnek az otthonában lép pályára, amelyel ősszel 27-27-es döntetlent játszott. A kecskemét továbbra is egy szerintem a csoport legerősebb átlövő kapacitású játékosaival bír. Tehát azok valamennyien nem egyet megjártak. A játékuk is erre épült, tehát közel 60 átlövést el fognak vállalni, ebből 20 gólokat termelnek ők. Mellette nagyon gyors szélsőik vannak, Dunói városból levittek egy kapust, tehát ö, arra nem ismerek gondolni, hogy nyitottunk itthon, amikor kilenc gólal vezetett az ellenfél, aztán már kettő volt ide. Itt inkább abból indulunk ki, hogy most a dobókupának is döntőt velük játszottuk. Nem feltétlen szerettünk volna velük játszani, de nem lehetett kívánság műsort rendezni, és két sérültel meg tudtuk őket verni. Tehát én ezt tartom most kiinduló pontnak. A kisvádei csapatot hazai környezetben először február 12-én láthatják a szurkolók, akkor az orosházát fogadja Rász Sándor együttese.